Szavaztok, szép jó napot! Sok-sok szeretettel üdvözlöm mindenkit! A mai ételünk, mint láthattátok, egy hagyományos bulgogyapüré. Azonoknál fogva, hogy nagyon sokan kértétek, egy kicsit meg is lepődtem rajta, és ugye nagyon szívesen elkészítem, megmutatom, hogy én konkrétan hogy csinálom, amiben semmi flaxni nincsen, és ugye ez a recept lényegében nem azoknak szól természetesen, akik, mert ugye azt fogjátok mondani, hogy Zoli, miért teszel fel ilyet? Nem. Tehát azoknak szól, akik most először lépnek a szentélybe, gipszjakab, vagy sallásarolta, csak most mondtam két nevet, egy fiú és egy lány, úgy dönt, hogy a zacskós bulgonya püré helyett elkészít egy ilyen kis bombasztikus ételt, ami tényleg nagyon egyszerű, és mondom is nektek, már az alapanyagokat nem beszélem túl. Láthatjátok, jéghideg vízbe beletettem a megpucolt bulgonyát, ezt föl fogom tenni egy csapott evőkanál sóval, a tűzhelyre, egy 5-6-os fokozatra, vajpuhára meg fogom főzni. Le fogom önteni róla a vizet, utána hozzá fogok adagolni kb. 6-7 dekagram teavajat. Ugye itt mindenki eldöntheti megint ráma, vagy bármiféle margarin, vagy épp teavajjal dolgozik, ki mit szeret. Hozzá fogok tenni egy nagyon kevés szerecsendiót. Ugye tudjátok, a szerecsendió nagyon-nagyon jó szimbiózusban van a burgonyával, mint a hercegnő burgonya, ugye ezt is elkészítettük valamelyik nap, tehát ez is egy fantasztikus kis fűszer. Hozzá fogok tenni tejet, én úgy szoktam, hogy jól fölforrósítom a tejet, és természetesen még tűzforró burgonyával dolgozom, így lehet a legjobb állagot elérni. Jelen pillanatban nekem nincsen itthon ilyen burgonya átnyomom, pár hete egy nagyobb erő kifejtéssel, tönkretettem, ketté törtem, azóta nem vettem, de nem is ez a lényeg. Itt ez a jó kis átnyomó, pontosabban burgonya törő, ugye én ebben fogom most pépesíteni. De viszont ismertek, egy kicsit perverz vagyok ezen a téren, én nagyon-nagyon szeretem a sejmes dolgokat a mártásba is, vagy a pürésített, akár egy krémlevesbe, teljesen mindegy, miről beszélek. Ugye én minden ilyesmit át szoktam passzírozni. És ez nem azt jelenti, hogy ti is passzírozzátok át, mert ha nektek az megfelel, hogy majd áttöritek ebből a kis szerszámmal, akkor semmi gond, nyugodtan úgy is lehet. Én jobban szeretem ezt a megoldást, mert sokkal, tehát amikor kitálaltok egy ételt, és végighúzzátok a tányéron, vagy bármiféle formabontást csináltok, és nincsenek benne ilyen kis krumpli darabok, hát ezerszer szebb, tehát én ezen fogom szépen átpasszírozni, ugye fogtam egy ilyen szűrőt, jó sűrű szövésű, fogtam egy merőkanalat, de majd megmutatom, és gyönyörű szépen pillanatok alatt az egészet át fogom nyomni. Na, nem is beszélem túl, megfőzzük a bulgonyát, és azonnal itt vagyok. Megfőtt a bulgonya, levettük a tűzhelyről, ugye leöntöttem róla természetesen a vizet, és ti is maximálisan öntsétek le róla, tehát ne tocsogjon alatta a víz, ugye az nem tesz jót neki. Hozzá fogom adagolni a vajat, ami nagyon-nagyon gyorsan el fog olvadni benne, és addig még nem is teszem hozzá a forró tejet, ebben elkezdem elsőképpen áttolni, áttörni. És ugye, mint mondtam nektek, még a legelején, ha valakinek van otthon, rendelkezik ebből a burgonya átnyomóval, ugye ebből a karossal, ami vagy ilyen háromszög alakú, vagy ilyen kör alakú, akkor természetesen a passzírozást ki lehet hagyni, meg egyáltalán, akinek nem szimpatikus, vagy aki nem törekszik a teljes krémességre, az kihagyhatja belőle. Egy nagyon-nagyon pici szerecsendiót fogok hozzátenni. Itt megint ízlések és pofonok, ugye szoktam mondani, ehhez még hozzá lehet tenni ízlés szerint fehérborsot, én ehhez nem szoktam használni. Annyira azért összetöröm itt magamnak, hogy a passzírozás elég jól menjen a szűrőn. És most kezdem el hozzá adagolni a tűzforró tejet. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ne hideg tejjel készítsétek el. Megmondom miért, mert ha visszahűtitek a burgonyát, akkor ugye azt éritek el, hogy nem tudtok vele normálisan dolgozni. Egy pár mozdulat. Szépen összedolgozzuk vele. És ugye ez a burgonya még utána be fog egy kicsit kötni, tehát ha az első körbe egy nagyon-nagyon pici lazának tűnik, nem kell megijedni, be fog kötni.
Még annyit lehet vele játszani, javítgatni, aki erre mondjuk hajlamos és igényt tart rá, egy nagyon-nagyon pici kurkumát hozzá lehet adni, de ugye csak abba az esetbe, mondjuk én ebbe az esetben nem fogok hozzáadni, mert nem tudom mennyibe, hogy látni pontosan itt a kamerán, de nagyon-nagyon szép sárgás burgonyával dolgozunk. Ha esetleg ilyen nagyon-nagyon fakó a burgonya, akkor foghatok épp egy kés hegynyi kurkumát, és természetesen hozzá lehet egy nagyon picit adni, egy kicsit csalni lehet vele, inkább így is mondhatnám. Na hát látjátok, ide helyeztem a rozsdamentes edényünket, a szitát, a szűrőt, teljesen mindegy, és laza mozdulatokkal elkezdem rajta átpasszírozni a burgonyát. Az ilyen mozdulatokkal gyönyörű szépen pillanatok alatt az egész át fog menni. Innentől kezdve már nincs szükségünk se kiforralásra, semmire, egyszerűen összekeveritek, és lehet tálalni. Fölemelem egy másodperce, és megmutatom, miről beszéltem. Hát itt van ez a nagyon-nagyon kellemes, és a szitát is megmutatjuk, gyönyörű, szép, csomómentesen, krémesen megy át az anyag rajta. Belekeverhetünk egyet, és fokozatosan az egészet átfogom egy 3-4 perc alatt tolni. És ugye mivel meleg a burgonya, amivel dolgozunk, nagyon-nagyon könnyen át is megy. Ha mondjuk kihűlt, tehát mondjuk ha megfőne a burgonya, elmennétek nézni mondjuk a barátok közt, vagy teljesen mindegy, hogy mit mondok, és ugye kihűlne a burgonya, hát akkor onnantól kezdve már jóval-jóval nehezebb dolgotok lenne. Ezt így tűzforrón átoljuk, nem is mutatom nektek ezt végig. Ugye megmutatjuk megint a belső tartalmat, nézzétek meg habos-babos, nézzétek meg a szitát is, gyönyörűséges, és mindjárt végzek is vele, ugye ha belenéztek az edénybe, szinte semmi nincs is már benne. Hát lényegében ennyi egy burgonyapüré, azonnal jövünk. Itt menet közben a mélyhűtőből elővettem egy kicsi harcsát, ugye ezt múltkor fogtuk, ott a madaras áruházba, nem olcsó pénzé, de megfogtuk, elhoztuk, és egy pici harcsafilével fogjuk elfogyasztani. Készítettem gyorsan egy sörtésztát, ugye de most nem az a cél, hogy azt megmutassuk, sörtésztás recept van fönn, meg tudjátok nézni. Na, itt az utolsó kanál szinte, ezt bele is lapátolom, és nem is tartalak föl benneteket, amikor kitálaltam a burgonyapürét a harcsával, akkor megmutatom nektek. El is készültünk a csodálatos burgonyapürével, ami láttátok, nagyon-nagyon egyszerű, bárki, ismételtem mondván, el tudja készíteni. Külön megmutatjuk itt nektek a keverőtálat, ugye ebbe passzíroztam át, hoztam egy ételmi kanalat, egy evőkanalat, nézzétek meg, gyönyörű, szép, sejmes az egész, tehát igazából nálam a passzírozásnak ezért van értelme, ugye nincs benne semmi krumpli darabka, tehát nagyon-nagyon kellemes, amikor szátokba belehelyezitek a kanalat, akkor szépen szétsimul a szátokba, egy fantasztikus íz és állagélménybe lesz részletek. Kitálaltunk két kis gombócot, mellé tettük a kis harcsánkat, egy kis üvegtálba kitettem külön egy adagot, mert most a feleségem csak burgonyapürét szeretne enni, hát így fogjuk elfogyasztani. És mondom még egyszer, nem fontos itt passzírozgatni, ha valakinek nincs kedve, nyugodtan törje össze, tálalja ki, akinek ilyen kétkaros átnyomója van, viszont ott nincs is szükség a passzírozásra, de ezt majd mindenki tényleg magának döntse el. Itt igazából az ízhatások a nagyon fontosak, de ha egy kicsit a szépségre is rámentek, akkor csak ajánlani tudom, főleg a fiataloknak tényleg ezeket a zacskós dolgokat le lehet cserélni egy nagyon hamar elkészíthető, ilyen pompás ételre. Tudom, hogyha sokszor hazamentek, nincs az embernek kedve ilyeneket most fölrakom meg, de nagyon gyorsan megvagytok vele. Na hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és még egy pont, amit elfelejtettem mondani, készítettünk egy ilyen Instagram oldalt is, ott is fönn vagyunk most már, oda is tesszük fel a fényképeket, esetleg régebbieket, egy kis családos kép, kutyás kép, tehát ott is a Szoki konyháját megtaláljátok már. Nagyon-nagyon nagy szeretettel elköszönök tőletek, fogyasszátok jó egészséggel, jövünk a következő videóval, sziasztok!